A következő két napban eldőlhet Boris Johnson brit kormányfő sorsa, mivel hamarosan megjelenik a buli botrányáról készült jelentés, amelyet a kabinetiroda készít. Kedden rendőrségi vizsgálat is indult azoknak a partiknak az ügyében, amelyeket a koronavírus járvány miatti korábbi zárlatok idején rendeztek Londonban, a miniszterelnöki hivatalban. Johnson a parlamenti vita előtt azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozza a jelentést. A jogszabály kimondja, hogy a miniszterektől, akik tudatosan félrevezetik a parlamentet, el fogják várni, hogy felajánlják lemondásukat. A kormányfő úgy gondolja-e, hogy ez rá is vonatkozik? Tette fel a kérdést az ellenzéki munkáspárt vezetője. Hadd mondjam el a tisztelt háznak, hogy a vizsgálatot nem kommentálhatom. Házelnök úr, az ellenzék vezetője jogászként tisztában van azzal, hogy nem kommentálhatom ezt. Én arra összpontosítok, hogy a Covid-válságból a leggyorsabban álljunk talpra az összes európai gazdaság közül, és a leggyorsabban adjuk be az emlékeztető oltásokat, reagált Boris Johnson. Szóvivője szerint a miniszterelnök nem volt tudatában annak, hogy a hivatalában rendezett bulikkal megszegte a korlátozásokra vonatkozó szabályokat 2020-ban.